A reformáció napjához kapcsolódóan hazánkban október végén rendezik meg az országos protestáns napok ünnepségsorozatát a legnagyobb protestáns egyházak. Ehhez kapcsolódóan a szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes már régóta protestáns napi hangversenyt tart a megyében ezekhez a felekezetekhez tartozó hívők számára. Az idei koncert telt házzal zajlott, melyet az együttes a 2013-ban alakult medinai Missió kórussal közösen adott. Minden településen, ahol van protestáns egyház, tehát nem katolikus, hanem más felekezethez tartozó, azoknak az összefogására, a programoknak a szervezésére buzdítanak szerte az országban, és mivel én éneket tanítok, én ezt úgy próbálom megvalósítani, hogy ének találkozót vagy protestáns napi hangversenyt szervezek. Ez a protestáns hónap a református, evangélikus, metodista vagy baptista egyházakban mindig az októbernek a hónapja, de ez egy központi rendezvénnyel indul Pesten, és központi rendezvénnyel püspöki szolgálattal zárul, és a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának a honlapján lehet nyomon követni, kik azok, akik bejelentették, és kik azok, akik regisztráltak. Szekszárdon is ennek szép példája van, hiszen a protestáns egyházak összefogva, hol a Kálvin téli református templomban, hol az evangélikus templomban tartják meg az október 31-i reformációi emlékünnepét. 15 évvel ezelőtt gondoltuk úgy, hogy megszólítva érezzük magunkat és az evangélikus templom ehhez kínált lehetőségeket, és egy ideig önálló hangversenybe gondolkoztunk, és láttam a tévé egy kultúrszoba adásában a medinaiakat, és úgy gondoltam, hogy hívjuk meg őket, és tavaly tettük ezt először, nagyon jó hatású volt mindenki örömére, és ez most megismétlődött. Érdekes hangzás eredményez, amikor a két egészen különböző zenei csoport közös műsort állít össze. A különbözőség az abban is megvan, hogy az egyik az egy 25 éve szolgáló együttes, a másik pedig egy kisebb településről származik, és azt el kell mondani, hogy nagyon kevés olyan gyülekezet, vagy nagyon kevés olyan közösség van, ahol ilyen szintű közösség működhet. Van, aki azt vezeti, és még maga köré csapatot tud formálni, az egy, úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas dolog. A kettőt nem szabad együtt említeni, de mégis közös, hogy református, és istentiszteleti kereten szolgálnak jobbára. Mi istentiszteleti kereten és világi alkalmakkor is énekelünk. A medinai kórus könnyebb fajsúlyú műveket, kánont is énekelt, aztán spirituális feldolgozást, és egy kicsit furcsa hangzású volt, de nem szokatlan a spirituálihoz most zongora kíséretet raktak. Mi pedig az elmúlt 25 év anyagából válogattunk ismertebb számokat, és egy nagyon ismert kánonnal kezdtünk, Jézushoz jöjjetek, megfáradtak. A műsorunkat nem csak a kapella, hanem hangszerkíséretes művek is színesítették. Lozsányi Tamás, a Liszt Ferenc Zeneiskola zongora és orgonatanára, orgonaművész, aki mellettünk van 25 év óta, és Tillai Csilla koloratúr szoprán énekelt szólót az áhítat után, illetve a Garai Gimnázium egy 9-es diákja, Kedves Benedek játszott orgonakísérettel klarinéton. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos
az előkészület nagyon fontos, hogy mindenen az Isten áldása legyen, hogy jó idő legyen, hogy az énekesek torkával ne legyen probléma, hogy akiknek szól, akiket szeretnénk megszólítani, azok ide is érkezzenek, és azt gondolom, hogy egy telt házas, vastapsos hangverseny után nagyon jó érzésekkel mehetett el mindenki.